hölgyeim és uraim! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Külön köszöntöm mai vendégünket, Kövér Lászlót, a Fidesz választmányának elnökét. Köszönöm, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat. Remélem, hogy vasárnap is elegen leszünk ahhoz, hogy ledöntsük az utolsó bástyát. Igen! Először is szeretném megköszönni mindenkinek, aki április 11-én elment, és a Fidesz-KDNP listájára, illetve rám voksolt, és elértük azt a fantasztikus eredményt, ami ebben a térségben Kun Béla óta nem adatott meg. De ahogy a kollégáimnak mondtam, ugyanezt kérem a választóktól is, hogy az első forduló után örülni kell, mert ez tényleg egy fantasztikus eredmény ebben a térségben. De ne feledjük el, hogy az íre a pontot, ahogy az elnök úr az előbb a sajtótájékoztatón is mondta, csak akkor tudjuk rátenni, ha 25-én ezt az eredményt megismételjük. Ugyanúgy feladatunknak, kötelességünknek tartjuk azt, hogy a demokratikus eszközökkel élve elmegyünk, és most már csak, idézőjelbe, csak rám voksolnak április 25-én, ekkor van esélyünk arra, hogy tényleg megdől az a régen mondott és áhított bástya, amit sokan el se tudtak képzelni pár évvel ezelőtt, hogy lehetőségünk lesz rá. Úgy gondolom, nagyon sokan azt vállaltuk ebben a térségben, nagyon régen, és nem lehet azt mondani, hogy politikai karrier reményében, hogy elkötelezett hívei vagyunk, voltunk, és leszünk a jobb oldalnak. Én úgy gondolom, hogy ennek az összefogásnak, ennek a hitnek köszönhető az, hogy eljutottunk április 11-én ehhez az eredményhez. Ne hagyjuk, hogy kiénekeljék a sajtot a szánkból. A mozgalom, az a föld alatti mozgalom most is működik. És ne higgyük azt, hogy megnyertük már a választásokat. Mert akkor még meglepetések érnek bennünket. Ha azzal a hittel, azzal a lelkesedéssel, ami április 11-én jellemezte a választókat, fogunk lépni 25-én, akkor 25-én éjszaka meg lesz az eredménye. Én ehhez kérem mindannyiuknak a segítségét, ugyanúgy, ahogy eddig is mindig kértem, hogy a rokonok, barátok, ismerősök keze megfogva, mikor megyünk misére, vagy miséből el, menjünk el a szavazókörbe, vagy valakivel, ha fröccsöt kell meginni, akkor legyen az. De legyen vasárnap egy program az, hogy elmegyünk, és voksolunk a Fidesz-KDNP jelöltjére. És ez fogja meghozni nekünk ebben a térségben a változást és a reményt. Ehhez a reményhez és az elkövetkezendő időszak eseményeihez ad nekünk az elnök úr instrukciókat, útmutatást annak érdekében, hogy még erősebbek legyünk, még jobban edződjön meg a hitünk, és bízzunk, higgyünk magunkba, és meg lesz az eredménye. Én megkérem elnök urat, hogy tartsa meg útbaigazító, tájékoztató előadását, beszédét. Köszönöm szépen! Mitől hetek? Nagy tisztelettel köszöntöm én is önöket, és azt gondolom, hogy útbaigazításra nincsen semmi szükségük, mert pont jó úton vannak. Tehát ezt már meg is spórolhatjuk, ennyivel rövidebb tudok lenni. Félretéve a tréfát, én a magam nevében, meg a Fidesz
vezetése, elnöksége, választmánya nevében és mindannyiunk nevében nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszönöm meg azt a munkát, amit elvégeztek az elmúlt néhány hétben, néhány hónapban ebben a kampányban, hogy valóban egy olyan eredményt sikerüljön itt Komlón elérni, amelyre még a legoptimistábbak sem nagyon mertek volna fogadásokat kötni. És szeretném természetesen azt a munkát is megköszönni, ami nélkül ez az eredmény nem jöhetett volna létre. Szeretném mindazoknak a tevékeny közreműködését, fáradtságos munkáját, talpalását, kitartását, odaadását megköszönni, akik bármióta tagjai a Fidesznek, vagy ennek a politikai közösségnek, és bármit tettek azért, hogy ma itt lehessünk, és ilyen hangulatban, ilyen szellemben beszélgetessünk. De mindezek mellett is, vagy ezek felett is kiemelkedően szeretném mindazoknak megköszönni, akik 2002 óta tették azt, amit tenniük kellett, amire ugyanakkor hosszú időn keresztül úgy gondolhattak, hogy egy olyan hozzájárulás a közös munkához, a közös eredményhez, amelyből majd máshol fogjuk a gyümölcsöket learatni, éppen hát itt Komlón egy darabig még ez nem fog sikerülni. Tehát nagyon sok helyen el kell mondani ezeket a köszönő szavakat azoknak az embereknek, akik Fidesz tagként, vagy segítőként, aktivistaként, egyszerű polgárként tették a közös ügyhöz a maguk részét hozzá, de azokon a helyeken, ahol ez tényleg, ahogy a Jóska is elmondta, nem hogy karrier vágyból, ambícióból nem tették, hanem egyáltalán azzal a reális megalapozott reménnyel nem, hogy itt rövid távon helyben is valamiféle pozitív eredménye lesz. Ezeken a helyeken, és ide tartozik Komló, az önök városa, meg az önök körzete is, ezeken a helyeken ezt különösen ki kell hangsúlyozni. Tehát még egyszer lezárva ezt a gondolatsort, én azt gondolom, hogy végre nagyon régóta vártunk erre a találkozásra. Engem nagyon régóta különböző alkalmakkor a komlóiak hívtak, invitáltak, noszogattak, hogy na majd egyszer akkor azért találjunk már alkalmat, hogy én is eljöhessek ide önök közé beszélni. Hát az az igazság, hogy valószínű sem ők, sem én nem gondoltam, hogy ez a találkozó éppen az első sikeresen megvívott forduló utáni találkozó lesz. Na ennyi örvendezés, lelkendezés, örömködés után akkor azért térjünk vissza a munkára, mert hiszen, ahogy Jóska is mondta, azért a munkának még a legfontosabb szakasza, bár időben rövid, de mégis a legfontosabb, mert az egésznek az értelmét megadó szakasza az előttünk van. És én nem nagyon szeretném az ő szavait már szaporítani, bővíteni, csak alá szeretném inkább húzni, hogy senki ne higgye, nem önökről beszélek, hiszen önök nyilvánvalóan nem hiszik ezt, azért is vannak itt részben, senki ne higgye azok közül, akik az első fordulóban a megfelelő helyre tették az X-et, hogy ezzel a dolgukat elvégezték, és innentől kezdve már nincsen teendőjük. Jóska kint az újságírók előtt hívta fel rá a figyelmemet, amire én nem is gondoltam, és először nem is értettem, hogy miről beszél, hogy hát itt nem szokott második forduló lenni. Aztán persze leesett a tandusz egy idő után, hogy hát azért nem szokott második forduló lenni, mert a szocialisták általában az első fordulóban el szokták vinni ezt a mandátumot, tehát az emberek egyszerűen nem szoktak ahhoz hozzá, hogy második forduló legyen. Ezért mindenki, aki kevésbé tájékozódik, az rászól az önök tanácsára, az önök útbaigazítására, hogy bizony még azt a néhány száz méteres utat a legközelebbi szavazó fülkéig vasárnap is meg kell tenniük. Tehát ennek a munkának, amit idáig elvégeztünk az elmúlt 8 esztendőben, akkor van igazán sikere, akkor tudjuk a gyümölcsöt learatni, hogyha vasárnap sem mulasztja el egyetlen egy olyan szavazónk sem, aki 11-én ott volt, hogy 25-én megismételje a helyes választ a szavazó céduláján. És hogyha tud magával hozni még egy embert azok közül, akiknek a jelöltje már nincsen versenyben, vagy akik meggondolták magukat, mert rájöttek, hogy az első választ elhibázták, hát annál jobb, annál biztosabb lesz a második forduló sikere. Van ennek még az ország vezetése, irányítása szempontjából bármiféle jelentősége? Hiszen a szocialisták mindenhol azzal kampányolnak, ahol még állva maradtak egyáltalán, mindenhol azzal kampányolnak, hogy ó, kérem, hát a kormányzó többség már megvan, tulajdonképpen a Fidesz jelöltje már benn is van listáról, innen, onnan, amonnan a parlamentbe. Már akkor
az ő jelöltjükre kell szavazni, egyrészt mert, hogy akkor legyen még egy képviselője a térségnek, másrészt meg, hogy legyen úgymond alkotmányos korlátja Orbán Viktor túlhatalmának. És azért itt érdemes néhány szó erejéig elidőzni, mert nyilvánvalóan ezekkel a vélekedésekkel, véleményekkel majd fognak találkozni azoknak az embereknek a körében, akik nincsenek itt jelen ebben a teremben, és ők vannak azért többen, lássuk be. Viszont hallják a szocialisták érvelését innen, onnan, amonnan, a televízióból, újságokból, vagy éppenséggel arctalan, névtelen, föladó nélküli üzenetekben, amik telefonból, meg mindenhonnan jönnek, ami nem igazán egyeztethető össze, nem hogy a tisztességgel, hanem a választási törvények betűjével sem, nem hogy szellemével. Tehát ezeknek az embereknek azért fel kell hívni a figyelmét arra, hogy nem úgy van az, kérem tisztelettel. Valóban az első fordulóban az ország egy határozott, erőteljes fél mondattal lezárta az mögöttünk lévő 8 esztendőt, lezárta a Gyurcsány korszakot. Világosan kimondta, hogy nem kér többet abból a kormányzásnak álcázott szabad rablásból, dúlásból, fosztogatásból és idétlenkedésből, hozzá nem értésből, ami tönkretette 12 évnyi munkáját ennek az országnak 90-től 2002-ig terjedő időszakot figyelembe véve, és más irányt akar az országnak szabni. Ez a más irány, ez világosan kirajzolódik az első forduló eredményéből, olyan módon, ahogy valóban korábban erre Magyarországon nem nagyon volt példa. De ennek a mondatnak a másik felét majd 25-én kell megfogalmaznunk és kimondanunk, és utána kell a pontot a mondat végére tennünk, ami meg arról fog majd szólni, hogy ezen iránykijelölés milyen felhatalmazással, milyen nemzeti egységgel a háta mögött, a kormánynak milyen nemzeti egység lesz a háta mögött, amikor ezen iránykijelölés mentén szeretne a következő 4 esztendőben haladni és vezetni az országot. Mert egyáltalán nem mindegy, hogy hány darab mandátum lesz a leendő kormány mögött az országgyűlésben. És még mielőtt rátérnék arra, hogy még ehhez képest mi minden fontosabb, akkor itt hasonlóképpen, mint az újságírók előtt, tegyünk néhány mondatos kitérőt, hogy mi is múlik a felhatalmazás nagyságán. Hát először is bizonyára önök tudják, vannak törvények, amelyeket az alkotmány aként sorol fel, hogy az elfogadásokhoz és módosításukhoz kétharmados parlamenti többség támogatottság kell. Ilyen például a választójogi törvény, tehát hogyha azt az ígéretünket, programunkat, vállalásunkat be akarjuk teljesíteni, hogy kisebb országgyűlést szeretnénk a jövőben Magyarország számára alkotni, ahhoz a választójogi törvényen, annak a módosításán vagy újraalkotásán keresztül vezet az út. Ahhoz egy kétharmados többség kell. Meg lehetne úgymond a kétharmados többség úgy is, hogy majd a leendő ellenzék hozzáadja, hiszen ők is ugyanazt mondják, de erre meg azt mondom önöknek, hogy ha vissza tudnak emlékezni, az elmúlt 4 esztendőben minden parlamenti párt egyetértett abban, hogy kisebb parlamentre lenne szükség. Mindenki megígérte önöknek a parlamenti képviselők létszámának a radikális csökkentését. Lett belőle valami? Nem lett belőle valami. Mert az ördög a részletekben rejlik, vagy lakik, ahogy mondani szokták, tehát amikor elkezdtünk konkrétan törvényszöveget alkotni, hogy akkor hogyan legyen fele akkora a parlament, mint ami eddig volt, abban már egyáltalán nem értett egyet senki senkivel. Tehát, hogyha önök ténylegesen azt akarják, hogy legyen a következő választáson egy kisebb parlament, egy átláthatóbb, hatékonyabban működő országgyűlés, amely jobban igazodik az ország népességének a nagyságához, mint az a 386 parlamenti képviselő, akkor egy kézbe kell ezt a felhatalmazást megadni, hogy most akkor a rossz hiszemű okfejtést adjam elő, hogy nekünk ne legyen kire hivatkozni, hogyha esetleg ezt az ígéretünket elmulasztanánk teljesíteni. Nem utagathassunk senkire, hogy azért nem tudtuk ezt teljesíteni, mert állandóan akadékoskodtak, meg a KK-n is csomót kerestek az ellenzék képviselői, mert hogyha mi vagyunk érte a felelősek, akkor csak rajtunk lehet ezt számon kérni. Egy ilyen kérdés. Az önkormányzati testületek létszámának a csökkentése hasonlóképpen része ennek az állam hatékonyabbá, szűkebbé tevő programnak, ahhoz is kétharmados törvény módosításán keresztül vezet az út. Hogyha az önkormányzatokat a fenyegető közeli csőd széléről el akarjuk egy kicsit húzni, terelgetni, akkor miután nagy valószínűséggel egy darabig még nem tudunk több pénzt adni az önkormányzatoknak radikálisan nagyságrendileg, mint ami az elmúlt esztendőkben a költségvetésben benne volt, akkor a feladataikat kell csökkenteni,
Adott esetben bizonyos vagyon elemeket ki kell venni az önkormányzati vagyontárgyak köréből. Természetesen velük, mármint a megválasztott polgármesterekkel, képviselőkkel konzultálva, hogy ők hogyan és miképpen látják ezt célszerűnek. Gondolok itt mondjuk az egészségügyi rendszer reformjára. Nem feltétlenül célszerű, hogy egy megyei közgyűlés költségvetésének a felét a megyei kórház fönntartása vigye el, amely pénzzel egyébként ráadásul nem is tud politizálni, nem is tud vele igazán gazdálkodni, keresztül folyik rajta, de valójában az a csőtömeg, ami magát a kórházat terheli, az valójában az önkormányzatra is nehezedik. Tehát, hogyha ezt a problémát például meg akarjuk oldani, vagy ki akarjuk venni az önkormányzati hatókörből, ehhez megint kétharmados törvényt kellene módosítanunk. Hogyha a médiatörvényt módosítani szeretnénk, sőt, nem hogy módosítani, újjáalkotni, a mai viszonyokra igazítani a média szabályozás norma rendszerét, akkor ehhez megint kétharmados többség szükséges. És nem megyek, ha megengedik végig az összes olyan kérdésen, ami ide tartozik, talán még egyet emelnék ki a törvényalkotási tárgykörből, ez a állampolgársági törvény módosítása, ami a határon túli magyarok könnyített, de egyéni kérelmükre, tehát nem kollektíve számukra úgymond megadott, hanem saját kérelmükre, saját döntésük alapján, de könnyített módon megszerezhető magyar állampolgárság kérdését takarja. Ehhez is kétharmados támogatottság szükséges, és akkor a végére hagytam a csemegét, a desszertet, természetesen a mentelmi jog fölfüggesztéséhez is kétharmados többség szükséges, tehát hogy ne lehessen a mentelmi jog mögé bújnia azoknak a szocialistáknak, akik az elmúlt 4 esztendőben nem egyszer a mentelmi joggal való visszaélést, hibáját, bűnét követték el, ahhoz is szükséges lenne, hogy kellő felhatalmazással, kellő támogatottsággal tudjon a kormány a háta mögé nézni, hogyha az ország ügyes-bajos dolgait akarja intézni. De ennyit magukról a kétharmados törvényekről, és talán föltűnt önöknek, hogy nem kétharmados többségről beszéltünk mi az elmúlt napokban, az elmúlt másfél hétben, hanem nemzeti egységről, kellő felhatalmazásról, meg támogatásról. És nem azért, mert álságos módon, vagy valamilyen szemérmességből, álszemérmből fakadóan, vagy éppenség az, hogy ne provokáljuk szerencsétlen bolsikat, akiknek van elég bajuk is, vagy ennélkül is, mert éppen most elvesztették a választásokat, ne hergeljük őket nagyon, ezért inkább nem arról beszélünk, hogy hogyan és miképpen lesz Orbán Viktor teljhatalma, úgymond, következő 4 esztendőben megvalósítható, hanem azért nem erről beszéltünk, hanem a felhatalmazás nagyságáról, a nemzeti egységről, mert azt gondoljuk, azt gondolom én személy szerint is, hogy vagy meg lesz a kétharmados többség, vagy nem. Ezt majd önök, meg az önökhöz hasonló választók eldöntik, meg a jóisten persze, még beleszól azért egy kicsit, eldöntik vasárnap így együtt, hogy mi legyen. De sokkal fontosabb ennél a kérdésnél az, hogy milyen támogatottsága lesz a rendő kormánynak az önök körében továbbra is, itt Komlón, az utcákon, a falvakban, városainkban, az otthonainkban, milyen széles nemzeti egység tud felsorakozni azon országépítő, újjáépítő, romeltakarító munka mögé, amit a következő kormánynak kell vezetnie. Részben, hogy milyen széles, tehát hány ember tartozik bele egyen-egyenként a 8 millió felnőtt szavazó joggal rendelkező polgárból, részben meg, hogy ez milyen ideig fog kitartani azon nehézségek közepette, amelyeket azért a reálisabban látók, a higgadtabban gondolkozók mindenféle külön cizellálás nélkül, meg külön eligazítás nélkül maguk is ki tudnak következtetni a jövőből. És én ezért tartom fontosnak a vasárnapi voksolást, mert mondom még egyszer, vagy meg lesz a kétharmad, vagy nem. Vagy tudjuk módosítani ezeket a törvényeket, vagy nem. Akár tudjuk, akár nem, mi a magunk lelkismerete, a magunk értékrendje, a magunk programja szerinti törvényjavaslatokat le fogjuk tenni az országgyűlés asztalára, és az az ellenzéki képviselő, amelyiknek a lelkismeretére hallgatva, meg a választói érdekeire hallgatva megjön a józan esze és támogatja, annak körülünk, annak gratulálunk, és megköszönjük neki a támogatást, amelyiknek meg nem, annak meg azt tanácsoljuk, hogy beszélj meg a választóival, hogy ugyan már miért ellenezte mondjuk a kisebb parlamentre vonatkozó kormánypárti előterjesztést. Tehát ez majd eldől valahogy. De igazán az ország jövője, sorsa az nem az országgyűlésben fog eldőlni,
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez a személyes meggyőződésem, és ezzel nem a magunk felelősségét akarom már előre mentegetni vagy kisebbíteni, hanem csak a feladatunk, a közös dolgunk nagyságát, a közös munkánk további folytatásának a jelentőségét szeretném aláhúzni. Az ország jövője az itt fog eldőlni Komlón, meg a környező településeken, Baranya megyében, meg az országban. Az emberek fogják eldönteni, hogy mit akarnak a saját hazájukkal kezdeni a következő 4 esztendőben. Ugyanis van egy nagyon fontos tanúsága, számomra is egyébként, tehát az ember, amikor benne van egy ilyen taposó malomba, 20 éve én, vagy 22, hogyha 88-tól számítjuk a Fidesz megalakulásától, én ezt csinálom, amit éppen csinálok, hogy jó vagy rosszul, azt nem én nekem dolgom eldönteni, hanem önöknek, de ilyenkor az ember nem mindig lát ki ebből a nyomvonalból, a kerékvágásból, és nem igazán tudja fölülről értelmezni azt, hogy mi is az, amit ő csinál, és mi az ő viszonya azokhoz a választókhoz, akik persze 4 évente vagy rá, vagy valaki másra szavaznak. És amikor 20 év után, egy ilyen országromboló 8 esztendő után az ember csomó mindent kénytelen átgondolni, mert hát tényleg valami okot kell keresni arra, hogy miért is jutottunk ide, akkor egy nagyon fontos, számomra fontos fölismerés volt az, hogy talán a politikához fűződő viszonyunkat is át kéne kicsit alakítani, hogyha a jövőben hasznosabbak akarunk lenni a magunk számára, mint amilyenek az elmúlt 20 esztendőben tudtunk lenni. Ugyanis én azt gondolom, hogy mind a politikusoknak, mind a parlamenti képviselőknek, mind a kormánytagoknak, bárkinek, aki közéleti szerepet vállal, meg mind a választóknak, akik őket ezzel a szereppel, ezzel a megbízatással, a szavazatuk révén kitüntetik, le kell számolniuk azzal a politika fölfogással, hogy a politika meg a politikusoknak a dolga az, hogy megoldják az emberek problémáit. Ez most lehet, hogy első látásra nagyon bőszítően és erősen hangzik. Hadd magyarázzam meg, hogy ne értsék félre és ne haragudjanak meg érte azért a megfogalmazásért. Én azt gondolom, hogy a politika erre nem képes és nem alkalmas. Az elmúlt 4 esztendő arra volt egyértelmű és meglehetősen húsba vágó, meg pénztárcába nyúló, brutális bizonyíték, hogy a politika igenis alkalmas arra, hogy emberek, konkrét életét rövid távon nagyon tönkre tudja tenni. Tehát egy rossz politikai döntés az vállalkozások 10 000-eit képes padlóra vinni. És 10 000 vállalkozónak van mondjuk átlagosan 100 000 alkalmazottja. 100 000 embernek az életét, meg a családtagjának az életét képes egy elhibázott politikai döntést tönkre tenni tulajdonképpen néhány hónap leforgás alatt. Az a gazember húzás, ami Draskovics Tibor annó még pénzügyminiszter nevéhez fűződik, amikor az vállalkozói áfa visszaigénylést visszatartotta, és ezzel több 100 milliárd forintot húzott ki a vállalkozók zsebéből, ezzel gyakorlatilag újra teremtette azt a körbetartozási láncot, amit addigra már sikerült felszámolni, és sikerült ilyen értemben megszabadítani ettől a nyűgtől a magyar gazdaságot. Tehát rövid távon nagyon könnyű nyűgöt, keservet, kilódást okozni az emberek mindennapjaiban, de ennek az ellenkezőjét jót tenni az emberekkel csak átételesen, és sokkal hosszabb idő alatt lehetséges, és bizonyos értelemben most eltekintve azoktól, akik hogy úgy mondjam, járadékosok, tehát a költségvetésből kapják a járandóságukat, ilyen-olyan segélyüket, nyugdíjukat, ezt, azt, amazt, és nyilván az is politikai döntés, hogy a nyugdíj emelés az hány százalék legyen. Tehát tőlük eltekintve azt tudom mondani, hogy a politika arra alkalmas, hogy esélyt adjon az embereknek, lehetőséget, esetleg egy segítséget még melléje, hogy ők maguk, a maguk ambíciói, szorgalma, tehetsége, akarása révén oldják meg a maguk problémáit. Teremtsenek maguknak egy jobb életet kedről szerdára, viradóra, mint amilyen mondjuk hétfőn volt. Egy picikét rakjanak hozzá a maguk erejéből a saját életükhöz. És legalább ebben ne akadályozza a politika, hanem adjon lehetőséget, és mennél több embernek tud a politika lehetőséget adni, esélyt adni arra, hogy maga a saját erejéből próbáljon valamit változtatni az életén, annál boldogabb egy ország, annál jobban tud emelkedni és előre haladni. És nem gondolom, hogy egyébként új dolgokat mondanék, mert hogyha jobban belegondolnak, 98 és 2002 között mi nem tettünk ennél többet. És én nem mondom, hogy a Fidesz kormányzása tökéletes lett volna. Még azt sem mondom, hogy jó kormányoztunk volna,
Mi több el szoktam ismerni mindenkinek, aki azt mondta, vagy azt mondja, hogy a Fidesz nem jó kormányzott 98 és 2002 között, hogy ez bizony így van. Egy baj van csak ezzel, illetve e fölött, hogy se előtte, se utána senkinek jobban nem sikerült még idáig. Tehát ha ezt... Ezt a talán kellően szerény, de ugyanakkor reális önértékelést elfogadjuk, és megnézzük, hogy akkor valóban mit is tettünk, amikor nem kormányoztunk jól, csak éppenséggel, kevésbé rosszul kormányoztunk, mint bárki azóta meg azelőtt, akkor esélyt adtunk az embereknek. Esélyt adtunk a Széchenyi tervvel a vállalkozóknak, akik azokkal a munkahelyekkel, amelyeket ezeken a programokon keresztül tudtak teremteni, esélyt adtak azoknak a munkavállalóknak, akik enélkül nem tudtak volna elhelyezkedni. Eltöröltük a tandíjat, és helyette bevezettük a diákhitelt. Hogy esélyt adjunk azoknak a tanulni vágyó fiatal embereknek, akiknek egyébként a családi háttere anyagi értelemben nem tette volna lehetővé, hogy bármilyen főiskolát vagy egyetemet elvégezzenek. A lakástámogatási rendszer megalkotásával esélyt adtunk egyrészt a fiatal embereknek, hogy gyereket vállaljanak egyáltalán. Itt majd azért megállnék ennél a kérdésnél, mert ez több irányba is elágazik. De nem csak nekik adtunk esélyt, hogy saját tulajdonuk fedél legyen a fejük fölött, ne kelljen az anyós mosókonyhájába meghúzni magukat, aztán mire már az első gyerek jönne, már összevesztek mindenkivel, hanem az építőiparnak is adtunk egy lehetőséget ezen keresztül, arra, hogy munkahelyeket teremtsenek az embereknek, meg a másik oldalon, hogy a gazdasági növekedéshez hozzájáruljanak. Az építőipar nem véletlenül volt a gazdasági növekedés motorja a Fidesz kormányzásának az idején. És akkor a gazdák is, amennyire erőnkből telett, még nem voltunk az Európai Unió tagja, ugye emlékezünk rá formálisan, megkapták a lehetőséget, talán ott kevesebbet tettünk, mint kellett volna, nem is pénzben, anyagiakban, hanem olyan jogszabályokat nem alkottunk meg, vagy csak nagyon későn. Mondjuk itt az elővásárlási, előhaszonbérleti jogra gondolok, a családi gazdaságoknak a támogatási formájára, amit a megyesi kormány egy tolvonásra törölt el. Ami, hogyha nem 2001-ben születik meg, 2002-ben lép hatályba, hanem mondjuk már 99-ben hatályba lépett volna, akkor lehet, hogy a családi gazdaságok is jobban meg tudtak volna erősödni az alatt a 4 év alatt. Tehát nem mindent csináltunk kétségkívül jól, nemhogy tökéletesen. De mindent egybevetve arról szólt a kormányzás, hogy együtt, csak együtt sikerülhet, ahogy egy másik választási kampányban a szlogenünk szólt, együtt próbáljunk meg tenni valamit ezért az országért, és akkor ehhez még hozzátettük a nem anyagi világban azt, ami meg ahhoz szükséges, hogy az ember lelke is kellő táplálékhoz jusson, mert ugye nem csak kenyérrel él az ember. A Millennium esztendejével pedig lehetővé tettük azt, hogy fölemelt fejjel élhesse át ez az ország azt, hogy ennek a nemzetnek a része 1000 esztendeje, amióta a magyar államot Szent István megalapította. És volt olyan ember, tisztelt hölgyeim és uraim, 2002-ben a választási kampányban, aki azzal állt föl, nem egy, nem kettő, azzal állt föl különböző helyeken, szinte szóról-szóra ugyanazt mondta, hogy tisztelt képviselő úr, én önöktől nem sok mindent kaptam, mert se a családi támogatás, se a minimálbéremelés, semmi nem érintett engem, mert koromból fakadóan én mindenből kiestem, még talán a gyerekeim is. Egy dolgot köszönök önöknek, hogy fölemelt fejjel járhattam a saját hazámba. Tehát... Tehát mi, én itt most önöknek ennél többet nem tudok ígérni, mint azt, hogy megpróbáljuk még egyszer, sajnos rosszabb körülmények között, megváltozott helyzetben, de még egyszer megismételni azt, amit 98-2002 között, hogy nem mondjam, ugyanakkor tapasztalatlan emberként, fiatal emberként, még soha kormányzásban ki nem próbált emberekként meg tudtunk csinálni. Ezt szeretnénk most megismételni, és szeretnénk az önök támogatását, akarását, szorgalmát, ambícióját, tehetségét, kitartását segítségül kérni mindannyiunk érdekében, hogy ez az ország 4 év múlva ne úgy nézzen ki, ahogy most. Megadjuk. Köszönöm szépen. Tehát ez az, amiről én úgy beszéltem az előbb, hogy na ez a támogatás, ez fontosabb, mint az, hogy egyébként van-e kétharmados mandátum aránya parlamentben, vagy nincs. De ezzel nem azt akarom jelentéktelenül lebecsülni, minden, amit arról mondtam, az is fontos, de én ezt még ennél is fontosabbnak tartom. Ezért tehát van értelme
minden embert megszólítani, mert lehet, hogy a szavazatára mondjuk éppen konkrétan már nem lesz szükség. Mert az első forduló eredményeiből el ne kiabáljuk, és ne engedjük a sajtot kiénekelni a szánkból, de azért legyünk annyira magabízóak, hogy talán az első forduló eredményéből kiindulva reális esélyt láthatunk arra, hogy Polics József képviselő úr a második fordulót is sikerrel fogja abszolválni, és hogy aztán az most 500-5000 fős szavazat többséggel hozza el, ez a végeredmény szempontjából látszólag nem számít. De annak a 4500 embernek a szempontjából, aki egyik esetben nem adja le a voksát, a másik esetben meg leadja, annak a 4500 embernek a szempontjából igenis számít, hogy ő részt vette az első mondat kimondásában, ott volt-e a legelején, vagy nem volt ott. Van-e, teremtette magának valamiféle erkölcsi kötöttséget ahhoz, ami itt előttünk áll négy esztendő alatt, vagy kívülállóként nézi, hogy a többiek mit csinálnak. Tehát én ezért azt gondolom, hogy minden ember fontos, még ebben a második fordulóban is. Nem az 50% plusz egy szavazat többséget kell megszerezni, hanem hát a 98-99%-os többség után kezdjenek el gyanakodni, hogy valami csalás van a rendszerbe, de addig minden embert tessenek megszólítani, megpróbálni ebbe a csapatba, ebbe a közös vállalkozásba bevonni, mert mennél több ember van benne ebbe a közös vállalkozásba, annál nagyobb a siker esélye. Nekem középiskolás koromban, 14 éves koromban az osztályfőnököm egy csomó bölcsességet mondott, amit én akkor nem tudtam, hogy ez majd egy életen keresztül el fog kísérni, de valamilyen rejtésokból kifolyólag mégiscsak megragadt a fejembe, sok minden más mellett az is, amikor azt magyarázta egy fizikatanár kollégájától véve egyébként a példát, mert a fizikatanárok is tudtak nevelni akkor még, amikor én jártam iskolába, sőt, még a testnevelő tanárok is, tehát nem kellett hozzá különösebben erkölcs és egyéb ilyen tantárgyat tanítani, most már kell sajnos, de akkor még nem kellett, mert akkor még enélkül is jól el voltunk. Szóval azt mondta a fizika tanár kollégájára hivatkozva, hogy édes fiam, a terhet, hogyha el kell cipelned, mennél inkább a válladra veszed és közelhozod magadhoz, annál könnyebben cipeled. Mennél inkább el akarod magadtól tolni, az annál nehezebb a fizika törvényei értelmében. Tehát ezt tudom mondani magunknak, mint közösségnek, magyar nemzetnek, ha van még ilyen, és én hiszek benne, hogy van, 8 millió felnőtt magyar embernek, mennél többen veszünk ebben részt. Egyébként független attól, hogy korábban, ebben a körzetben, ebben a városban kire szavaztunk, mert nyilván a többség itt a szocialistákra szavazott. Azt nem kell szégyelni, nem nekik kell szégyelni magukat, akik rájuk szavaztak, hanem azoknak kell szégyelni magukat, akik visszaéltek ezzel a tartós, hosszú bizalommal. Tehát független attól... Független attól, hogy ki korábban, hogyan és miképpen, kire szavazott, meg kiben bízott, új helyzet van, ami új helyzetet nem ez az elsőfordulós választási eredmény teremtett meg, hanem az, ami ezt megelőzte, és ami ezt a földindulásszerű választási eredményt tulajdonképpen létrehozta. Az az ország rombolás, amit az elmúlt 8 esztendőben, különösen az elmúlt 4 esztendőben végbe ment. És hogyha... még van egy kis türelmük, akkor azért erről is beszéljünk, mert érdemes számba venni, majd remélem, hogy ezt a kormány is meg fogja tenni, tehát fog egy leltárt készíteni, amit önök elé tár, és ami egyik oldalon lesz az a látlelet, ami az ország mostani állapotáról szól, hogy tudjuk, hogy miből kell az országnak fölépülnie. Másrészt lesz egy kiinduló állapot rögzítése, ami alapján majd bennünket 4 év múlva számon lehet kérni, hogy a kiinduló állapothoz képest milyen ütemben és egyáltalán jó irányba mentünk el, és lesz majd egy alapja annak az elszámoltatásnak, adjon lehetőséget hozzá a tisztelt választó meg a jóisten, ami meg majd azoknak a rovására fog megtörténni, akik ezt az országot ide jutatták, teljesen értelmetlenül és szükségtelenül. Tehát ezt meg kell tenni. Pontosan, precízen adatolva, dokumentálva, mindenki számára hozzáférhetővé téve, de azért most is érdemes egy kicsit elidőzni, hogy nehogy véletlenül elfelejtsék azok, akik nem szoktak ilyen gyűlésekre járni, hogy honnan indultunk.
És én nem véletlenül említettem az előbb, ha még emlékeznek egy fél mondatomra, hogy itt 12 esztendő küszködését, munkáját tették a mögöttünk hagyott 4 esztendőben a szocialisták tönkre. És nem megint az álszerénység, meg a hátsó szándék, a hátsó gondolat soroltatta velem ebbe a 12 esztendőbe föl Antal József mellett a Horgyula féle kormányzást is. Mert ugyan én nekem nagyon sok kifogásom, rossz emlékem van Horgyula nevével fémezett 4 esztendőről. Nagyon sok olyan folyamat, ami most betetőzött, az akkor indult. Nagyon sok jóvá tehetetlennek tűnő hibát, bűnt követtek el, például a gázszolgáltató meg az energiaszolgáltató stratégiai ágazat külföldi kézre juttatása, például ide tartozik, hogy egyebekről ne is beszéljek, és volt ott is minden bokros csomag, tocsik, úgy azért nem szeretném szebbre festetni a képet, nem az én dolgom egyébként, hanem a szocialistáké, amúgy is, mint amilyenre az okvetlenül illendő lenne, de mégis azt tudom önöknek mondani, hogy bizonyos értelemben beleilleszkedett az a 4 esztendő is a rendszerváltozás első 12 esztendejébe, amikor egy közösen eldöntött irányba több-kevesebb, szükségtelen vargabetűket is tartalmazó gírba-gurba utakon, de egy megfelelő, kijelölt cél irányába haladtunk. És Horgyulát, mondom még egyszer, nem szeretném minden bűne alól fölmenteni, nem is az én tisztem, de azért ezekhez képest egy virtigli úriember és egy igaz hazafi volt. Tehát azért lássuk be, hogy ő egy régi vágású bolsevik ember lévén még a lenini államelméletet olvasgatta, és abban nem az állam elhalása szerepelt már, mint annak idején még a elődökében, hanem az, hogy az államot azt igenis alkalmazni kell az osztályharc eszközeként, persze, de hát azért, hogy uralkodjunk mi, mármint mi a munkás osztály, mondták ezt a lenini fajták. Erről eszembe jut a régi vicc, nem tudom, hogy emlékeznek-e még, az idősebbeknek kellett, hogy hallják, csak legfeljebb elfejtették, hogy mi a konyak. Ez egy 90 előtti világból származó vicc. Konyak, kérem tisztelettel, a munkásosztály kedvenc itala, amelyet választott képviselőjünk keresztül fogyaszt. Tehát ezt a kis feszültségoldó nosztalgiázást félretéve, a Hornféle 4 esztendő, az ugyan, mondom még egyszer, bokros csomagostól, mindenestül nem sokban volt külön, mint a mostani 4 esztendő, ami mögöttünk van, de egy lényegbe vágó különbség azért volt közötte, és az nem is lényegbe, életbe vágó különbség. A Hornék nem akarták az 1000 esztendős államot szétverni a fejük fölött. Ma a tisztelt hölgyeim és uraim, ott tartunk, hogy ma az állam az a legalapvetőbb, legelemi funkcióit sem képes tisztességesen teljesíteni, vagy egyáltalán nem. Tehát azért soroljuk föl, csak ebből a szempontból csináljunk egy leltárt. Berepülnek nem NATO tagállam ország kémrepülőgépei az ország légterébe, úgy, hogy a honvédelmi miniszter az újságírók okvetetlenkedő kérdéseiből értesül erről. Mert egyébként nem tudna róla, hogy az újságírók nem dörgölnék az óra alá a mikrofonjukkal együtt a kekec kérdéseiket. Ha egyébként nem lenne az a Gripen flotta, aminek ott föl kellett volna azonyomba szállni, hogy lekényszerítsék ezeket a gépeket a földre, ha az nem lenne rendszerbe állítva, akkor nyugodtan kimondhatnánk, hogy több tábornokunk van, mint működőképes repülőnk. Most már ez így nem teljesen igaz. Most már úgy pariba vannak. De hova tovább? Több repülőgépünk, vagy több tábornokunk lesz egyébként, hát hogy is mondjam, előzetesbe, mint szabadlábunk. És akkor még csak a honvédelemnél járunk. Az állam nem képes a belbiztonság szempontjából sem a legelemibb feladatát, kötelezettségeit teljesíteni. Városok, kistérségek, falvak vannak, ahol rendőrt hetekig, hónapokig nem lehet látni. Csak akkor, ha valami súlyosabb bűncselekmény történik, ami után följelentés is történik, mert a bagatell bűncselekményeket már be sem jelenti a szerencsétlen polgár, mert minek? És akkor kimennek fölvenni a jegyzőkönyvet, esetleg helyszínelnek, de azt is csak azért,
hogy tudják, hogy milyen címre kell kiküldeni 30 nap után a nyomozás megszüntető végzést, vagy határozatot, mert hogy hát ismeretlen az elkövető. Az, hogy nekik kéne földeríteni az ismeretlen elkövetőt, az már föl sem merül. Ezért aztán vannak olyan vidékek, ahol egész egyszerűen az emberi nyomorúságra, ami a munkanélküliségből, az elszegényedésből fakad, még rátelepedett a legelemébb fizikai biztonság hiánya, és akkor azok, akik ezt a helyzetet létrehozták, és ebbe a állapotba jutották az emberek egy jelentős részét, azok erre adott rossz reakcióra, mint amilyen a Jobbik meg a Magyar Gárda, újjal mutogatnak, mint a magyar szélsőjobboldal borzalmaira. Amivel szemben nekem is van súlyos fönntartásom, kifogásom, és nagyon rossznak tartom, hogy létezik, de a gyökerei azok ebben a politikában rejlenek, nem önmagában. Soha nem lett volna egy Jobbik-szerű párt, 16%-os párt Magyarországon, hogyha nincsenek a szocialisták, meg nem így kormányoznak, mint az elmúlt 4 esztendőben kormányoztak. A nemzetbiztonsági szolgálatokról ne említsünk sokat, amit örök a sajtóból el tudtak érni információt, az éppen elég ahhoz, hogy beleillesszük ezen rendvédelmi fegyveres testületeknek a körébe, ott is gyakorlatilag a funkciói, legalapvetőbb funkcióit nem képes teljesíteni az állam. Iskolarendszert maga számolja föl, tehát szünteti meg az iskola, a kisiskolákat. Mondja a szülőknek, hogy hatékonyabb az oktatás a központokban lévő nagyobb iskolákban, mert ma már a modern világban eszközigényes az oktatás, és ebből fakadóan pénzigényes, tehát összevont iskolákban hatékonyabb tanítani. Na de kérem tisztelettel, azt a gyereket el kéne vinni addig az iskoláig, de felszámolják a vasutakat. Jut eszembe, menjenek el busszal, de busz sem jár. Menjenek el autóval, na most rendben van, de milyen utakon? Olyan utakon, ahol 20 meg 30 km/h sebességkorlátozó táblák vannak kitéve, mert akkor a gödrök vannak, hogy ennél nagyobb sebességgel életveszélyes közlekedni. Olyan utak vannak Magyarországon, különösen a kis településeket nagyobb központokkal meg egymásra összekötő úthálózat állapotát figyelembe véve, mint amilyen 15-20 évvel ezelőtt volt Erdélyben. Ma ott jobbak az utak, mint ha jártak ott, nem csak én járok, úgy látszik, ha jártak ott, akkor tudják igazolni, hogy ott voltak 20 évvel ezelőtt olyanok az utak, mint most nálunk. Tehát erre sem kép. Ja, de ide jöttem életemben először, majdnem megkönnyeztem. Igazi alagútakon mehettem keresztül Magyarországon. Tehát... Hogyha annak a néhány alagútnak az árát kiszámolnánk, és azt a pénzt, ahelyett, hogy tényleg a vakon nem csinál ilyet, nem? Tehát annak több esze van. Hát sőt, egy 5 éves gyerek, tehát én emlékszem rá, szerettem homokozóba játszani kiskoromban, de hát egy darabig az ember ás abba a félig vizes homokba, aztán hiába ás, egy után beomlik, nem? Tehát rájön, hogy ez így nem célszerű, ezt nem érdemes csinálni. Na mindegy. Tehát, hogy azt a pénzt, amit ott bebetaroztak, persze azért, hogy több pénzen többet lehessen lopni, azt ezeknek az utaknak a felújítására költötték volna, akkor azért talán jobbak lennének Magyarországon az utak. A Körös, mert ugye nem csak a lagút van, Völgyhídunk is van. Hát a horvátok olyat nem láttak, mint ami nálunk van, tehát pedig ott azért mégiscsak vannak hegyek, meg völgyek is. Tehát a Körös hegyi Völgyhíd az azért épült meg, tisztelt Hölgyeim és Uraim, mert az én szerény hozzá nem értő becslésem szerint, hogyha ott a Lankán vitték volna a régi nyomvonalon keresztül az M7-est, akkor az úgy maximum 6-7 milliárd forintba került volna, így került 42-be, tehát vegyük a magasabb összeget, így csak 6-szor annyiba került, mint egyébként kellett volna. 6-szor annyi pénzen 6-szor annyit lehet lopni, mint 1-szer annyi pénzen. Tehát erről szól. És erre mondta azt a First Lady, nem a mostani, hanem a... Nem is tudom, most van-e, vagy hogyan is vagyunk ezzel. Tehát a régi, úgy értem, hogy Úrsájnak a felesége erre mondta, ha jól emlékszem, ő mondta ezt, nem szeretnék nyakába varni olyat, ami nem oda való, hogy ez a Gyurcsány kormány szimbóluma. És ebben az egy mondatban teljes mértékben egyetértek vele,
Tehát a körös hegyi völgyhíd az a gyurcsányizmus, a kleptokrácia szimbóluma. Az azért van, mert ezek volt a kormányon. Egyébként egyetlen normális ország, egyetlen normális kormány azt nem csinálta volna, csak ezt az egyetlen példát idevéve. De egy elkanyarodtam meg kicsit. Egészségügy 140, március végi állapotok szerint 140 milliárd forint adósságállomány terheli a kórházainkat. 140 milliárd forint. A 140 milliárddal kórházaink nem az államnak vagy a bankoknak tartoznak, hanem a gyógyszerszállító cégeknek, azoknak, akik WC-papírt szállítanak a kórházakba, akik főznek, akik mosatnak, akik takarítanak, akik egyáltalán a kórházak üzemszerű technikai működése mögött ott vannak, mint vállalkozók. Tehát, hogyha az állam nem áll majd helyt a következő kormány ideje alatt ezért a tartozásért, akkor nem csak a kórházak fognak csődbe menni, hanem mindazok is, akik ezt a 140 milliárd forintot remélik, hogy majd egyszer megkapják az állami intézményrendszer egyik szegmensétől. Ha már itt tartunk, akkor hagyjuk is a leltárnak ezt a részét, ne folytassuk tovább, és ne szomorítsuk a szívünket, maradjunk a költségvetés állapotánál. Ugye azon ment a vita itt márciusban, hogy április végéig fölemésztjük-e a teljes hiányt, amit az IMF szerződés eredményeképpen a költségvetésbe törvényben rögzítettek, ezt a 3,8%-os államháztartási hiányt. Azt mondta Oszkó Péter, hogy ez egy gyalázatos állítás, mert csak 75% fölött lesz valahol. Most éppen, már túl vagyunk ugyan a márciuson, most éppen 80% körül van az államháztartási hiány, tehát egészen biztosan lehet jósolni, hogy gyakorlatilag, ténylegesen, mire a kormányváltás megtörténik, addigra az államháztartási hiány, mint mozgástér elfogy, és az államnak a költségvetési tartaléka is nagyjából nullára íródik le. De ugyanakkor ezek a terek, mint ami a kórházainkat nyomja, ezek ott maradnak. Nem én mondom, a Népszabadság mondja, írta pontosabban néhány héttel ezelőtt, hogy ahhoz, hogy 2011 végéig a tömegközlekedést fönn tudjuk tartani, a MÁV-ot, Volánt, BKV-t, ahhoz 4-500 milliárd forintos plusz forrás kellene találni a következő kormánynak. Tehát nagyjából ez világossá teszi, hogy a következő fél év, ami a kormányváltás után el fog telni, az valójában arról fog majd szólni, hogy hogyan tudjuk egyáltalán működőképes állapotban tartani az országot. Hogy a szószoros értelmében működjön, járjanak a vonatok, a buszok, legyen fizetésük a pedagógusoknak, kapjanak nyugdíjat a nyugdíjasok, a kórházaink működőképesek legyenek, tehát nem nullára írjuk le az adósságállományokat, mert az nem lehet, de legalább kapjanak levegőt azok a vállalkozók, akik, ha nem kapnak vissza valamit ebből az adósságból, akkor ebből a tartozásból, az ő szempontjukból, hitelből, akkor gyakorlatilag csődöt mondhatnak, hogy valahogyan, valamilyen módon megállítsuk a vállalkozásaink további csődbe jutását, és itt tovább. Ezzel fog eltenni a következő választások utáni, meg a kormányalakítás utáni következő fél esztendő. És hogyha úgy zárjuk le ezt az esztendőt, december 31-én úgy kocintunk szilveszter éjszaka, hogy azzal a jó leső érzéssel mondunk búcsút ennek az évnek, azon túlmenően, hogy azoktól is búcsút mondtunk, ugye, akik ezért az egészért felelősek, hogy még mindig minden működik, akkor tulajdonképpen a legnagyobb nehézségen talán túl vagyunk. És akkor lehet azon gondolkodni, hogy a következő három teljes költségvetési esztendőben a Fidesz gazdaságpolitikáját immáron törvényben foglalva, meg megvalósítva, hogyan tudjuk újra az ország szekerét fölfele tolni. Tehát nagyjából ez az a közös vállalkozás, amire én azt mondtam az előbb, hogy ennek a megvalósításához nem elég 11-2 miniszter, meg az államtitkárok, meg 386 parlamenti képviselő, hogyha négy új nagy egységbe is forrana össze, ami nem valószínű, hanem ehhez mindenkinek a maga területén hozzá kell tenni a magáit. És akkor még csak mindig arról beszéltünk, hogy mi van az anyagi világban. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy nem csak anyagi értelemben tették tönkre ezt az országot, hanem hát eleve nem volt jó állapotban már 90-ben sem, erkölcsi, lelki, szellemi értelemben, de hát ha lehetett még ahhoz képest lejjebb vinni, mint amilyenben 90-ben volt, akkor ez sikerült. És én két területet emelnék ki, aztán lassan befejezném a mondandómat, hogy ha van kedvük kérdezni vagy beszélgetni, akkor még
az est hátralévő részében erre is tudjunk sort keríteni. Az egyik maga a korrupció, amivel nem az a baj mindössze, ez is óriási baj, hogy irdatlan pénzeket lopnak ki ezen keresztül az önök zsebéből. Egy informatikához értő barátom mondta azt nekem nem olyan régen, hogy csak az állami informatikai beruházásokon keresztül, hogyha az állam a jövőben csak azt vásárolja meg, amire szükség van, tehát semmi olyat nem vesz meg, amire nincsen szükség, és csak annyit fizet érte, amennyiben az valóságosan kerül egy normális piacon, akkor éves szinten 100-200 milliárd forintot tud az állam megtakarítani. Csak az informatikán, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ami más megközelítésben meg azt jelenti, hogy eddig évenként minimum 100-200 milliárd forintot loptak ki az önök zsebéből. Csak az informatikai beruházásokon keresztül. Tehát ez is nagy baj. Úgy értem, hogy a korrupció ilyen szempontból is nagy baj. De még inkább nagy baj abban az értelemben, hogy szétrágja az embereket, emberekhez fűződő erkölcsi viszonyokat, szálakat, kötelékeket. Senki nem bízik meg a másikban. Senki nem számít a másikra, senki nem számít nem hogy a másik jó indulatára és segítőkészségére, már arra sem, hogy a másik az amúgy kötelességszerű teendőit az én javamra, az ő javára elvégzi, csak úgy. Hanem mindenki azon gondolkodik, hogy vajon, ha nem is kér előre valamit, valaki, hogyan és miképpen kéne kitalálnom azt, hogy mit kéne neki adjak ahhoz, hogy úgy dolgozzon, ahogy egyébként kötelessége lenne. Azt hiszem érthető, amit mondani akarok, de van egy konkrét példám, ha nem veszik zokon, és nem mutatom önöket ezzel. Az egyik közeli hozzátartozóm egy kisvárosnak, a Komlónál kisebb városnak a jegyzője. És ő mesélte el azt a számomra mellbevágó és alapvető történetet, hogy egy anyuka bement az önkormányzati hivatalhoz segítséget kérni, a gyerekét szerette volna beiratni az óvodába, de már mire észbe kapott, nem volt hely, nem vették föl. Erre mondta neki az ügyintéző hölgy, hogy ne izguljon anyuka, mert eltelik 2-3 hét, elköltöznek emberek, meggondolják magukat, kiveszik a gyereket az óvodából. Ez az történik, lesz egy-két üres hely, és akkor azokat, akik nem jutottak be első körbe, ilyenkor szoktuk berakni. Úgyhogy tessék visszajönni 2 hét múlva. Így is történt, örömmel üdvözölték egymást, mondta a hölgy, hogy az történt, amit mondtam, van hely, tessék a gyereknek az adatait egy papírra leírni, itt hagyd nekem a borítékba, aztán fölveszik a gyereket az óvodába. És amikor a hölgy elment, az ügyintéző nő pedig vette ki a borítékból a papírt, akkor kiesett belőle egy 20 000-es. És még ő rohant utána az anyukának, lélekszakadva, hogy de anyuka, ezt hogy tetszik képzelni? Ezt velem ne csinálja, hát holnap ebben a városban, ami egy falu, csak kicsit nagyobbacska, mindenki tudni fogja, hogy én 20 000 forintért rakom el a gyereket az óvodába. Hát ezt velem ne csinálja, kérem tiszteltet. És az anyuka nem akart rosszat. Tehát ő egyáltalán nem akarta megbántani ezt a hölgyet. Nem kérték tőle, nem is tettek rá utalást. Ő neki valószínűleg csak az járt az agyába, hogyha majd legközelebb is jön az önkormányzati hivatalba valami segítséget kérni, hogy oldják meg az ő problémáját, akkor ne úgy nézzenek rá, meg ne úgy emlékezzenek rá, mint arra a szerencsétlen hülyére, akinek még annyi esze se volt, hogy legalább egy doboz desszertet hozott volna a hálája eléjük. Hanem már előre gondolkodva a leendő jövőbeni problémáinak a megoldását szerette volna kicsit előkészítve látni, hogy azért ő jó emlékeket hagyjon itt az ügyintéző körében. Hát itt tartunk, tisztelt Hölgyeim és Uraim, és ez sokkal nagyobb baj, sokkal nagyobb kár, mint az a évi 100-200 milliárd, ami szintén nagyobb kár, vagy nagy kár, de ez még annál is nagyobb, mert ez az életünket teszi elviselhetetlenné, az életüket teszi tönkre. Nem csak anyagi értelemben szegényít bennünket, hanem lelki erkölcsi értelemben visz bennünket teljesen a padló szintjére le. És innen kell felállítani, és ezt alapvetően ők okozták. A kádárizmus, ha egy dologban biztosan nem változott, akkor ebben nem változott. A kádárizmus is maga legalábbis a november 4-ét követő terror elmúltával, ugye a 60-as évek közepétől kezdve, amikor már lehetett ügyeskedni, ezt aztán azt csinálni, például nem vitték el szabotázsért az embertelenben, lehetett lopni egy kicsikét, hogyha a közösből, onnantól kezdve maga volt a rendszerbe szervezett korrupció. Ide jutottunk vissza. A demokráciánk ma egyenlő a rendszerbe szervezett korrupcióval, erre a BKV ügyei
világítanak rá a legélesebben, és innen fölemelkedni megint nem lehet mindössze jogszabályok alkotásával, megint nem lehet mindössze a hatóságok tisztességes működésre való szorításával. Innen fölemelkedni csak akkor lehet, hogyha ebben mindannyian rosszul érezzük magunkat, és mindannyian magunk mögött akarjuk hagyni ezt a fajta világot, amiben egyszerűen nem lehet ember módjára normálisan élni. És hogyha a másik példát, amit e tárgykörben még fontosnak tartok felhozni, azt elmondhatom önöknek, akkor azzal be is fejezem már a mondandómat lényegét tekintve. A lakás támogatási rendszer kapcsán említést tettem arról, hogy itt még azért szeretnék valamit mondani. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, minden, amiről eddig beszéltünk, az smafu, túró, semmi jelentősége nincsen. Ahhoz képest, hogy 1,3 gyerek jut ma két fiatal felnőtt emberre. 1,3 gyerek születik ma a gyerekeinktől, unokáinktól, kinek-kinek kora szerint. És annak az 1,3 gyereknek ma már a többsége, nagy valószínűség szerint, cigány emberek gyereke. Félreértések elkerülése véget, még bárki rosszra gondolna. Nem az vele a baj, hogy más a bőrszíne, meg más a származása, meg másképp ejti a magyar hangukat. Hanem az a baj vele, hogy ezeknek a cigány embereknek a jelentős része abban a mély szegénységben, abban a elképesztő nyomorban él, amelyből nemhogy ő maga nem tud kiemelkedni, hanem még ráadásul ez bővített módon termeli újjá a saját gyerekeink keresztül, és hogyha őket ma eddig nem sikerült ebből a nyomorból kiemelni, kisegíteni, nem tudtuk közösen megoldani ezt a problémánkat együtt, akkor hogyan fogjuk tudni megoldani 50 év múlva, amikor majd 7 millió, 8 millió ember él ebben az országban mindössze, mert annyivel el fogunk fogyni, annak a 7-8 milliónak a fele 50 évnél idősebb lesz, és az 50 évnél idősebb részében még azok lesznek többségben, akik képesek saját magukat tisztességes munkából fönntartani, vagy képesek voltak, amíg meg nem öregedtek, de az 50 évnél fiatalabbak körében már azok lesznek többségben, akik erre nem voltak képesek, nem tudták megtanulni, soha életükben nem láttak felnőtt embert dolgozni a környezetükbe, és egyébként mi meg nem tudtunk rajtuk segíteni, hogy ebből a helyzetből kiemeljük őket. Tehát miközben cigányság problémáiról beszélve, életbevágó, sorskérdésünk, hogy megoldjuk, segítsünk megoldani, persze az ő közreműködésükkel, de segítsünk megoldani az ő problémáikat, ez a problémának az egyik vége. A másik vége meg az, hogy ugyanakkor a saját gyerekeink, unokáink jövőjét illetően próbáljuk megoldani azt, hogy ne 1,3 gyerek szülessen átlagosan, hanem 3,4 gyerek szülessen átlagosan. Ha mi nem tudjuk elérni azt, hogy a gyerekeink, unokáink, nekem két felnőtt, fiatal felnőtt fiam van, meg egy 16 éves lányom. Hogyha én nem tudom velük elhitetni, hogy 3-4 gyereket kell nevelniük, és nem tudunk mindannyian így áttörést elérni a következő 15 évben, akkor ennek a népnek, ennek a nemzetnek a jövője meg van számlálva. A belátható idő, mi már nem érjük meg, hál' Istennek, de a történelmi értelemben belátható időhorizonton ott sötétlik a vége. És hogyha azt a kérdést tennék esetleg föl nekem, hogy de mit mondjunk a gyerekeinknek, unokáinknak, hogy hát mire, mikor egyébként most se tudjuk őket normálisan fölnevelni, mert olyanok az anyagi viszonyok, akkor erre én azt tudom mondani, hogy hát ezt ne tessék tőlem sem megkérdezni, meg a gyerekeiknek is mondják azt, hogy ne kérdezzenek ilyeneket, mert nem tudunk erre válaszolni. Egyetlen egy válaszom van erre, az sem olyan szívderítő, de azért talán megfontolandó. Mondjuk azt nekik, hogy akinek 4 gyereke lesz öregkorára, annak éppen 4-szer több esélye lesz, hogy valaki egy meleg levest adjon nekik esténként, mint annak, akinek csak 1 gyereke lesz. Mert hogy nyugdíjuk nem lesz ilyen körülmények között, az biztos. Tehát jobb, hogyha magukról gondoskodnak. Az öngondoskodásnak van egy szociális, liberális eszméje, meg van egy szerintem konzervatív keresztény eszméje is. Én az utóbbit javasolnám. Gondoskodjunk magunkról úgy egyen-egyenként a családunkban is, aztán, hogyha nagyon sokan fognak gondolkodni így, és gondoskodni magukról egyen-egyenként 3-4 gyerek fölnevelésével, akkor mindezek a problémák, amikről az előbb beszéltem, talán megoldhatók nemzetnyi méretekben is, és elkerülhetők. De ehhez is a politika nagyon kevés, eszköztelen szinte, 20 év kiszámítható családpolitikájával lehet eredményt elérni, azzal lehet, de nagyjából ez az időtáv, ezt mondjuk Európában éppen most a franciák bizonyítják, hogy azért van esély, azért azt tegyük hozzá, hogy a politikának van óriási felelőssége. Itt is több kárt lehet okozni rövid távon, mint hasznot, de hasznot is lehet.
de elnézést a politikának, nincsen keresni valója ott, ahol a gyerekek megszületnek. Ez pedig ugye a hálószobánk, illetve hát először itt dől el a jövő kérdése, még a gyerekek számát tekintve is, és csak utána ennek a fizikai megvalósítása tekintetében. No, tehát tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezek a mi elvégzendő dolgaink a következő 4 évre. A munkanélküliségről köszönöm szépen, csak már nagyon túléptem az időt, de az én hibám, tehát most nem a kérdező, szeretném ezt hárítani, csak röviden, mert mindez igazuk van, akik azt gondolják, hogy hát a legfontosabb dolgokról, hogy hogyan és miképpen fog ez működni, nem beszéltünk, már pedig Monte Cuculi óta tudjuk, hogy a háborúhoz 3 dolog kell, pénz, pénz és pénz, és a politikához csak ugyanez a 3 dolog szükséges, semmi más. Tehát akármit csinálunk, akármiről beszélünk, legyen szó családtámogatásról, vagy éppenséggel, közlekedés fejlesztésről, utak rendbetételéről, ahhoz pénz kell. Pénz pedig csak munkából teremtődik. Hogy egyeseknek a bankszámlája látszólag munkanélkül is gyarapszik, az senkit ne tévesszen meg, mert amögött is munka van, csak nem az ő munkájuk, hanem másoké. Tehát éppenséggel abban az értelemben kéne a világot a normális irányba visszaterelni, hogy az átlag ember gyereke, legyen szó vidéki, falusi gazdáról, vagy éppenséggel munkavállalóról, vagy éppenséggel vállalkozóról, az újra átélhesse a tisztességes munka eredménye fölött érzett örömöt, a sikerélményt. Mert az elmúlt 8 esztendő részben ettől is megfosztott bennünket. Nem csupán az a probléma megint itt is, hogy van annál súlyosabb probléma is, mint amit látunk elsőre. Nem csak az a probléma, hogy emberek százrei kerültek az utcára, úgy, hogy egyébként egy normálisabb gazdaságpolitikával ez elkerülhető lett volna. Hanem még emellett ott van az is, hogy aki meg otthon nézi, hogy mi újság, leendő felnőtt generációk tagjai közül, azok meg azt látják, hogy vagy nem dolgozik a szülő, mint ahogy nagyon sokan vannak ilyenek, vagy ha dolgozik is, hát azért én nem vagyok hülye dolgozzak annyi pénzért. Miközben egyébként, ha kinézünk az ablakon, meg ha belenézünk a televízióba, akkor meg azt látjuk, hogy hát máshogy is lehet boldogulni, sőt, mi több boldogulni, csak máshogy lehet. Hogyha ezt nem tudjuk megoldani, akkor megint csak azt mondom, hogy akkor bizonyos értelemben reménytelen a helyzetünk, és ezt megoldani meg csak úgy lehet, hogyha az embereknek visszaadjuk az esélyt arra, hogy tisztességes munkával szerényen ugyan a kezdetek kezdetén, de legalább fönn tudják tartani magukat, meg a családjukat. Ahhoz, hogy a vállalkozók munkahelyeket teremtsenek újra ebben az országban, mint tették ezt 98-2002 között is, ahhoz levegőt kell nekik adni. Csökkenteni kell az adókat, járulékokat. Ez ebben az esztendőben nem fog menni, ez teljesen nyilvánvaló, de az a szándékunk, az eltökélt elképzelésünk, hogy 4 esztendő múltán, tehát a ciklus végére a magyar vállalkozók átlagos adóterhelése az a közép-európai versenytársak átlagához igazodjon. Ma messze Magyarország a legterheltebb, adó szempontjából legterheltebb gazdasággal rendelkező ország. 6 esztendő, tehát 4 plusz a következő ciklusban 2 esztendő alatt pedig a munkavállalók adóterhelését is szeretnénk erre a szintre szorítani. Van egy másik forrás, a korrupcióról már beszéltünk, ami egy forrás tulajdonképpen ennek a munkahelyteremtő gazdaságpolitikának. Van egy harmadik forrás is, ez pedig a bürokrácia. Sajnálom, hogy nincs itt nálam az a grafikon, amit éppen egy ilyen fórumon kaptam egy önökhöz hasonló választópolgártól, ami az Európai Unió tagállamainak a hatóságait ábrázolja, már azoknak a számát, hogy mely országban hány hatóságnak van elvi lehetősége arra, hogy a vállalkozás alapításba és működtetésbe beleszóljon, vagy valójában bedugja a küllő közé a botot, ha úgy hozza úri kedve. Most, mint a lebombázott World Trade Center, ott ágaskodik a magyar grafikon. Magyarországon, tehát nálunk van a legtöbb ilyen hatóság, 43. Nem, bocsánat, nem mondtam igazán, csak 40. Csak 40, bocsánatot kérek. Csak 40. A második helyezett, talán nem véletlenül, Görögország, talán nem véletlenül vannak ők is olyan bajban, mint mi, ott viszont csak 23 van, ami 40-ünkhöz képest. Németországban, micsoda meglepetés, 1 hatóság van, de még Bulgáriában is, csak azért, hogy adjak némi reményt,
esélyt a jövőre vonatkozóan, tehát hogy nem történelmi adottság, valami fátum, istenverése az, amiben mi vagyunk, még Bulgáriában is csak 3 ilyen hatóság van. Tehát azt mondják a hozzáértők, hogy az a terhelés, amit a bürokráciához való igazodás, alkalmazkodás, a bürokrácia által teremtett fölösleges szabályoknak való megfelelés, vagy az éppen meg nem felelni tudás után befizetett bírságok formájában a vállalkozókat terheli, az évi 5-600 milliárd forint. Tehát ezt nem lehet nullára írni, mert bürokrácia az az állami közvetítés maga, tehát bizonyos szinten ennek működni kell. De hogy ezt is lehet évi 200 milliárddal csökkenteni, az hozzá nem értőként merem mégiscsak megkockáztatni, hogy kijelentsem. Tehát ezek azok a források, a bürokrácia leépítése, a korrupció visszaszorítása és az adó járulék teher csökkentés, amivel a vállalkozói szférát újra a növekedés pályára lehet állítani, hogy munkahelyeket teremtsenek maguknak, a családjuknak, meg másoknak, ahogy tették ezt, mondom, egészen 2002-ig, meg még utána egy darabig, ameddig volt még az előző rendszernek kifutása. Ez évi 100 000 munkahely az, amit mi kitűztünk célul, ennyit szeretnénk, nagy átlagban persze, évente 100 000 munkahelyet szeretnénk bővíteni a foglalkoztatottak lehetőségét. 10 év alatt ez jelent az 1 millió munkahelyet, és hogyha 10 év múlva 1 millió munkahelyet több lesz Magyarországon, akkor még csak mindig ott fogunk tartani, ahol ma tart Csehország. Tehát itt a lemaradásunkat most már nem Ausztriához kell mérni, meg Belgiumhoz, meg nem tudom, ahol annak idején még hiúbb ábrányaink szerint ott megcéloztuk a jövőt. Ma már a jövőt, a fölzárkózást, az a közép-európai térség előttünk lévő, részben bennünket megelőző versenytársaink állapotához kell mérni. Azért mondom, hogy részben megelőző, mert a Szlovákia azért 5-8 évvel még mögöttünk volt. Ma már Szlovákia nem csak euróval fizet, hanem azért fizet euróval, mert már minden lényeges gazdasági mutató tekintetében megelőzött bennünket. Alacsonyabbak az adók, magasabb az egyfőre jutó nemzeti össztermék, már egyfőre jutó jövedelem is magasabb, tehát jobban élnek a szlovákok, és egy csomó minden problémájuk, ami nekünk van, például az adósságállomány, amiről nem is esett ma este szó, az nem terheli az ő gazdaságukat. Tehát itt tartunk, tisztelt hölgyeim és uraim, de hát a könnyű munkához nem is érdemes hozzákezdeni, csak a nehéz munkához. Tehát én azt, a magam optimizmusát nem a előttünk álló feladat rettenetes nagyságából vezetem le természetesen, hanem abból, hogy olyan helyzetben vagyunk, hogy bizonyos fajta dilemmákat már nem kell eldöntenünk, mert az élet eldöntötte. Tehát például azt a kérdést, hogy lehet-e adó- és járulék teher csökkentéssel a vállalkozásokat élénkíteni, ezen lehet vitatkozni, csak nem érdemes. Mert aki azt mondja, hogy ez azért nem lehetséges, mert így, meg azért nem lehetséges, mert úgy, annak azt kell mondani, hogy jó, de akkor mi lehetséges? És hogyha nem lehetséges más, mert nincsen más ötlete senkinek, akkor akár lehetségesnek tűnik, akár nem, ezt kell megcsinálni. Ugyanez vonatkozik a demográfiára is, amit az előbb mondtam. Tehát lehet azt mondani, hogy nem lehetséges ilyen családpolitikát folytatni, meg egyébként is. Hát ha nem lehetséges, akkor ebben megegyeztünk, akkor egyezünk meg abban, hogy ki az utolsó, aki lekapcsolja a villanyt és becsukja az ajtót. Mert akkor ennek világos, hogy mi a következménye, akkor el fogunk fogyni. Ha nem mi, akkor majd az unokáink idejében fog ez már teljesen nyilvánvalóan bekövetkezni. Tehát van egy csomó minden, amiben nem érdemes vitát nyitni. Az, hogy például kell-e erkölcsi nevelés az oktatási rendszerbe, ezen 8 éve még vérlemenő ideológiai vitákat folytattunk volna, hogyha ez a napirendre került volna. Mint ahogy terveztük, hogy napirendre vesszük majd 2002 után, hogyha még kormányon maradunk, aztán ennyiben maradtunk. Most kérem tisztelettel, épesző ember meri azt elvitatni, hogy ahhoz, hogy a gyerekeink megtanulják a jó meg a rossz közötti különbséget, és megtanuljanak azt szerint viselkedni, ahogy egyébként normális ember idáig tudott viselkedni, hogy lehetőség szerint a jót kövessük, és ne a rosszat, ahhoz ma már nem elégséges az egyébként tömegesen felbomló családoknak a háttere, mert éppen ebből fakadnak a problémáink, hogyha van is gyerek, azoknak hova tovább már a fele egyszülős családban, ha az a család egyáltalán
a klasszikus értelemben, egyszülő családban kénytelen fölnőni. Ahol még kevesebb időtürelem szeretet jut neki, mint az egyébként legalább két szülőt, amúgy többé-kevésbé mégiscsak működő családban ezt magáénak mondhat. Tehát lehet ezen lamentálni, hogy ezt most akkor az oktatásba beleviszünk-e valamiféle olyan elemet, ami az értéksemleges oktatás eddigi dogmáját fölülírja, meg kidobja az ablakon, de aki azt mondja, hogy ezt nem szabad megcsinálni, akkor mondjon helyette valamit, hogy hol fogják megtanulni a leendő, munkaképes, korban lévő, meg erőben lévő emberek azt, hogy hogyan és miképpen kell alkalmazkodni a másik emberhez. Nekem a hajam kihullik, amikor azt mondják egy ilyen diák brutalitás után, akkor megverik egyik diák a másikat, hogy kórházba kell vinni, vagy uram, bocsánat, meggyilkolja. És akkor azt mondják a pszichológusok a tévében, rádióban, hogy hát sajnos a mai fiataloknak rossz a konfliktus kezelő képessége. Bocsánat, kérlek, nem a konfliktus kezelő képessége rossz. Ő kezeli a konfliktust. Ahogy azt megtanulta, hogy manapság ez a trendi, ez a helyes, ez a divat, ez a megengedett. Nem a konfliktus kezelő képessége rossz, hanem a jót meg a rosszat nem tudja megkülönböztetni. A legelemű szinten. Lehet arról vitatkozni, hogy az egyházaink azok hogyan és miképpen kolonc az állam nyakán, vagy hogyan és miképpen kell szétválasztani az államot az egyháztól. Nem gondolom egyébként, hogy vissza kéne térni valami középkori állapotokhoz, de az egyházainkban rejlő erkölcsi tartalék még föltáratlan mindannyiunk hasznára, abban én biztos vagyok. Tehát nekik is lehetőséget meg esélyt kell adni, ugyanúgy, mint mindenkinek ebben az országban, hogy ami bennük van, azt a közösség javára ki tudják magukból hozni. Legyen szó ápolásról, legyen szó iskolák fönntartásáról, legyen szó a közvélemény befolyásolásáról, azokkal az okosságokkal, bölcsességekkel, azzal az erkölcsi tőkével, amit 2000 év óta mégiscsak fölhalmozott a keresztény egyházaknak a közössége. Szóval ezeken a dilemmákon szerintem túl vagyunk, ezekben nem érdemes már hosszabb vitát nyitni, hanem aki nem akar velünk jönni, az bízzuk a sorsára, szabad ember, szabad országban úgy dönt, ahogy akar. De aki viszont a jövő szempontjából ehhez a közösséghez akar tartozni, mert ebbe akar kapaszkodni, meg azt szeretné, hogyha a gyerekei, unokái is ebbe a közösségbe kapaszkodnának, és itt maradnának vele öregkorára, az pedig csatlakozzon ide, tisztelt hölgyeim és uraim, teljesen mindegy, ahogy már egyszer mondtam, hogy korábban kire szavazott. Na, én ezt szeretném önöktől kérni, és most már akkor megköszönve a kitartó türelmüket, amivel remélem, hogy nem éltem vissza. Tehát ezt szeretném, hogyha néhány napban, meg az utána következő hónapokban, esztendőkben tudnának segítséget nyújtani azoknak az embereknek, akik az önök segítségére rászorulnak. Egy utolsó mondat még, csak hogy kellő önbizalommal tudjanak ehhez a nehéz munkához nem hozzáfogni, hanem ezt tovább folytatni a kis szünet után. Az Obama kampánynak az volt a fő szlogenje, amit a kampánystáb kiolt magából. Az emberek nem hisznek a politikusoknak, az emberek nem hisznek a médiának, az emberek a szomszédnak hisznek. Önök mindannyian valakinek, valakiknek a szomszédai. Ezt a lehetőséget ne hagyják ki, azt tanulnak továbbra sem. Köszönöm szépen!